Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Borbély Szilárd író, költő, irodalomtörténész emlékére gyűltünk össze ma este. Főként azért, hogy az ő szellemiségéhez mérten szabadon és kötetlenül emlékezzünk rá felolvasásokkal. Egy órásra terveztük ezt a megemlékezést, és én mindenkit arra bíztatok, hogy egymásnak adva a szót olvassuk, olvassátok fel azokat a szövegrészleteket, verseket, drámarészleteket, amit magatokkal hoztatok, magukkal hoztak. Itt mögöttem az íróasztalon azok a könyvek vannak, amelyek hatottak Borbély Szilárdra, akár nincs telenek írásokat, de bármilyen más művének az elkészültek, illetve a saját maga kötetei. Úgy terveztük, hogy egy énekkel kezdjük ezt az estét, és az óra végén Borbély Szilárd hallható majd felvételről, ahogy a hallotti pontjából mondta egy verset. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött. Ezt a dalt Borbély Szilárd emlékének ajánlom. Kékből az öntbe, égről a földre, hullik a lát tavaszi eső. Mozdul a szél, és moccan az élet a párában, remegő ága, tánca, álmából felrázza, és átmosdatja a napsugarakkal, holdfényével, fűillattal a tört erdőt. Kékből a zöldbe, hegyről a völgybe, zúgnak a lá messzi folyó, sarjad a lomb és száll a madárba, nyílnak a zöld folyosók. Hol jártál, rám miért nem vártál? Szállni, suhanni kékből a zöldbe, égről a földre, hegyből a völgybe, szép Málinkó. Hol jártál, rám miért nem vártál? Szállni, suhanni kékből a zöldbe, égről a földre, hegyből a völgybe, szép Málinkó. Ha lomb között, ha lombok közt, ha szél ágak között, lakik közöttük egy madár, ha zörgeti, ha szél, ha ágat cizettet, úgy bújna. A lombokat szeretne szállni, úgy szeretne el. Én folytatnám egy vigília, a vigiliában megjelent 2012. márciusában megjelent írásából. Egy részletet olvasnék föl. Ennek a címe Egy szöveg szentsége és a szöveg hite. Az elmúlt 2000 év a keresztény és a zsidó hagyomány hatalmas, radikális változását hozta. Isten és a hit kérdése annyira más lett, mint volt akár néhány száz éve is, hogy alig ha lehet másként gondolni Istenre vagy akár a hitre, mint olyan dolgokra, amelyeket szövegek teremtenek meg az ember számára, nem pedig fordítva. Nem ismerheti az ember Isten lényét, csak az emberi beszéd által tett önkinyilatkoztatása által, amely azonban már egyből fordításon esik át, amikor az isteni létezés közegéből kiszakítva önmagát valamely emberi nyelv részlegességébe és töredékességébe fordítja át. Istennek mindig csak az emberi arcát látjuk, csak az emberi hangját halljuk, csak felfoghatatlan létezésének felfogható dimenzióiról szerzünk tudomást. De ez nem is lehet másképp. A hit pedig ilyen értelemben roppant kényes és kínos terület. Hiszen mire irányulhat ez az emberi adottság, ha nem foghatja fel az ember a felfoghatatlant? Akkor az Istenbe vetett hit egy sajátos, különleges, megmagyarázhatatlan emberi viselkedésforma. A hit valami olyan közös emberi, antropológiai univerzálé, amely a jelentések végső forrásának kutatását, keresését és vágyát jelöli meg.
egy végtelen és beteljesíthetetlen vágyakozás alakját öltő szenvedély a leggyanúsabb az ember evolúciós folyamatában, amely nem racionalizálható, de épp ezáltal emberi. Hiszen a nem racionális emberi létezés figyelmeztető jelzése. És függetlenül attól, hogy elfogadjuk vagy sem a transzcendens dolgok létezését, a hit mutat az emberi természet nem természetes voltára. De épp ez a jeleket gyártó emberi tevékenység eredménye, hiszen a jelek létrehozása mindig a jel mögé vezet. A jel megkettőzi önmagát, és minden jel istenivé válik ezáltal. A hit forrása a tapasztalat. Pál mondja, hogy ő látott és hitt. A tudomány ugyan mondhatja, hogy Pál vizionált és halucinált Damaszkusz felé tartva, mentális képei aligha lehettek a tapasztalat képei. Sokan vannak, akik számára a hit fontos, de kevesebben, akik a hit forrását az életben magában tapasztalták meg. Az életük eseményeiből szűrték le Isten belépését saját létezésükbe. Sokkal többen vannak azok, akik a szöveg tanúsága alapján hisznek. A szövegnek hisznek, és nem az életnek. A szöveg szentségét fogadják el a hit fedezeteként. De mindez csak azért van, mert az élet nem ismerhető meg jobban, mint szövegek által. Ez pedig különös, furcsa és paradox belátás, hiszen az élet által volna leginkább megismerhető. De az élet megtapasztalása és megismerése nem ugyanaz. Nagyon kevés embernek volt módja találkozni Istennel, míg a szöveg folyamatosan Isten közelségében létezik. A szöveg találkozik Istennel, és nem az ember. Vannak olyan szövegek, amelyek arról a tapasztalatról tudósítanak, hogy mit is jelent a jeleken túl létező. És ez attól függetlenül van így, hogy a szerző milyen szándékkal hozta létre a szöveget. Vannak a hit és a szentség megragadásának szándékával létrehozott szövegek, folyóiratok és könyvek, kiadók szakosodtak erre, de mindez az erőfeszítés nagyon ritkán éri el a kitűzött célját. Miközben vannak olyan szövegek, amelyek nem akartak semmilyen félét. Mégis elérik a jelek mögött az ott rejtőzködő Istent. Erre példát szeretnék felhozni. A Quimby együttes Most múlik pontosan kezdető és című dalával kapcsolatban a szöveg átlényegülése követhető nyomon. A Kis Tibor szerzői jelenlétéről leváló szöveg a Csíkzenekar finom, mélyen átélt átértelmező tolmácsolásában kelt önálló életre. A Csíkzenekar áthangszerelte. Ezzel az énekstílus is megváltozott. A legnépszerűbb magyar dal lett. Kis Tibi nemrég egy beszélgetésben így nyilatkozott róla. Igen, láttam ezt én is. Amikor először hallottam a Csík verzióját, akkor kicsit meg voltam hatódva, de erre a népszerűségre sem ők, sem mi nem számítottunk. A Csíkéket jobban megijesztette ez, mint bennünket. Szerintem nem baj az, ha vannak olyan számok, amik esetleg túlélik majd a zenekar. Véletlenül alakult ez így. Egy tök egyszerű dal volt, ami egy szál gitárról született a konyhában. Nem akart sokat. Az meg egyenesen tök jó, hogy egy dal le tudott válni az alkotóiról, és önálló életre tudott kelni. A dal valamiképpen lenyűgözően más távlatot kapott. A hangzásvilág eleve a népi kultúra távolába helyezte a szöveget is. A létezés értelmét kutató, az individualitás egzisztenciájától elszakadó, közösségi dallá, a vágyakozás megvallásának eseményévé emelte a dalt. A szöveg az előadó nemének változásával is tovább gazdagodott és mélyült. Az átélt, az asszony sors fájdalmával és tapasztalatával megemelt tolmácsolás után a dal elnyerte a paraszti kultúrának ennek a csendben tűrni tudó, lefolytott indulatokkal dolgozó, önátadásra épülő hagyománynak a hiteles pecsétjét. A férfi hangon megszólaló előadás, legyen bár az a szerző Kis Tibi maga, időközben esendőbbé vált. Majorosi Marianna intonálásában a dal némiképp megváltozott az eredeti szöveghez és akár a Quimby előadásához képest is.
A kijelentés egységek, a mondatok határai a következőképpen hallhatók. Most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé belőlem, gondoltam. Egyetlen. Nem vagy itt jó helye. Nem vagy való nekem. Villámlik, mennydörög. Ez tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhan felettem egy madár. Tátongó szívében szöges drót, csőrében szalmaszál. Magamat ringatom, míg ő landol egy almafán az Isten kertjében, almaborfin halál. Vágtatnék tovább feled az ében az álmok foltos indián lován, egy táltos szív remeg a konyhakésben, talpam alatt sár és ingovány. Azóta szüntelen őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokol, szilánkos mennyország, folyékony torztükör. Szent János bogarak fényében tündököl. Az utolsó két versszak refrénként hangzik el, míg az első versszak lezárásként keretbe foglalja a dalt. És a villámlik mennydörög, ez tényleg szerelem mondat zárja az éneket, akár csak a zenét. Ekkor áll be a mélyen elgondolkodtató, erősen ellenpontozott, intenzívvé váló csend. Milyen szerelemről van itt szó vajon? Az embernek ember, vagy inkább az Isten utáni sóvárgó szerelméről kell elgondolkodni. Ha létezik a tovább élő közösségi kultúra, a népi kultúra korunkban érvényes változata, akkor Kis Tibi dalának sorsa példa lehet erre. Az eredetileg alternatív, némiképp alogikus, pszichedelikus hatások leképezését dokumentáló szöveg a közönségben élő sóvárgások keresés ereje által Isten közelébe került. Isten a szövegben jelenik meg akkor is, ha ezt senki sem akarta. Hiszen mindig a szöveg találkozik Istennel, és nem egyet. Szilárd első kötete Adatok címmel jelent meg 1988-ban, még egyetemisták voltunk. Az akkoriban indult Határ című egyetemi folyóiratnak füzetsorozataként, annak második füzeteként. Amikor ez megjelent, akkor Szilárd 25 éves volt. Magában mélyülő elég ida. A golyót, ha már így történt, a szívedre kérem. A lélek magára talál. Boldog vagyok, megismertem a félelmet. Kürtzengés szűkülő gyűrűit, csobbanás. Az alászállás itt kezdődik. Bizonyos szempontból tudjuk, felemelkedés. A mélység alatt lakozó kezdetekhez, szemek gyöngyei, de nem csak. Tört vizek tükrében, valami csobbanás megint, hangvetette hullámokat. A golyót a szívembe kérem. Utolsó dobbanása elég ida. Szabályossága kész akarva. Nem fáj, de tudom, ez elég. Az angyal röpte a nap felé, egyre tisztább és tisztább. A még mélyebb nem jelent távoldást. A gyémánt születése az önismeret tökéletlenségének pillanatában. Várva az elmúlásra. A golyót a szívemben. Utolsó csobbanás. Lassan közelítek a vershez. Az egyetlen pont, ahol a lélek sebezhető. Kibiztosított költemény alliterál.
aztán szomorkás angyalok, szavak még, a legnagyobb bírség, felirat. Három fényes alak a hegyen. Üveg szívemben halkan csörög a golyó. Szegény, szegény bohóc. Mellett, és én azóta ezeket a könyveket nem nagyon engedem el egymástól. A másik az Új Szövetség volt, és azóta én így együtt tartom ezt a két könyvet. Egyébként az is érdekes, hogy kinek dedikálta ezt a könyvet szerintem személyesen Borbély Szilárd. Azokban a napokban, amikor tudtuk már, hogy elment, akkor egy reggel vettem le a polcról az adatok kötetet, és annyi idő van reggelente, hogy egy rövid verset mondjuk elolvassa az ember, és én rögtön az elsővel kezdtem, aminek az a címe, hogy a Végtelen költészet, és utána belenapoztam ebbe a könyvbe, és tele van angyalokkal, az a vers is, amit ön olvasott, abban is megjelenik az angyal, és Borbély Szilárdnak nagyon sok versében ott vannak az angyalok. Ennek a kötetnek a illusztrációi angyalok, és az a címe a borítón szereplő rajznak, hogy az angyali üdvözlet. És ez így azon a reggelen olyan meglepő volt számomra, hogy érkezett egy angyali üdvözlet, ahogy így kinyitottam ezt a kötetet. Az angyali üdvözlet egy nagy öröm is, és aki ismeri a történetet, azt tudja, hogy egy hatalmas nagy szenvedés is majd a történet vége. Az első vers meg azért nagyon érdekes számomra, mert úgy indul az első mondata, hogy egy városban megszületett a költészet, és hogy költészet napjára készülünk, és valahogy, hogy most Borbély Szilárdról is beszélünk, és erre a napra is készülünk, azért is választottam ezt a verset. Én nem tudok olyan szépen verset olvasni, mint ahogy itt a előttem szólók tették, úgyhogy nézzék el nekem, hogy ez nem lesz egy olyan nagyon szép felolvasás, de arra talán jó lesz, hogy leemeljék a kötetet, és elolvassák majd saját maguknak szépen, hogy ahogy kell egy ilyen verset. Nem is nagyon látok. Borbély Szilárd a Végtelen költészetről. Valamikor megszületett egy városban a költészet. Nem úgy, és nem akkor, amikor várták, nem voltak proféciák, sem égi jelek, egy szóval csend volt. Ez a második születés ideje. Az első már rég feledésbe ment. A másodikról még senki sem tudott, csak egy rózsa bombolt ki az éjszakában, bár tél volt. A nehézkes állatok fájdalma emberi hangon szólalt meg. A harmadik születés idejét már mindenki tudta. A kemencék előtt ültek, odakint megolvadt a hó, az állatok a hangjukat elvesztették. Azóta sok születés volt, és nyaranta rózsában pompáznak a kertek. Minden világból újabb világok születnek. Hát ennyi, én egy könyvtárban dolgozom, és mi is majd úgy készülünk a gyerekekkel a költészet napjáról, hogy ezeket az angyalokat, amik ebben a kötetben vannak, üveglapokra másolják a gyerekek, és választhatnak a kötetekből egy rövid kis idézetet ezekre az üveglapokra, annyi a kitétel, hogy angyalos idézet legyen. Nem gondolnám, hogy még annyira értik ezeket a verseket, de ezt igen, hogy legalább annyi tudatosul, hogy Borbély Szilárd Debreceni költő. Megfolytatnám is, hogy ezen a feltájon van a szó. Én egy verset választottam. Igazából szoktam
szoktam olyat csinálni, hogy szavakra rákeresek, és a hozzájuk kapcsolódó versekbe nézegetek, elolvasom, és ez valahogy megragadt, úgyhogy ezt választottam most. Ha el tudnám azt mondani neked, hogy szívem elől is elrejtek mindazt, amit csak rejteni lehet, a szépségből magányba elvezet. A titkokat, miket nem ismerek, szavakba rejt, a szívbe, mit keres, arról, miről még beszélni lehet, hogy van magány, amit nem ismerek, hasonlítani, mert szavam nem lehet a szépségé, mely ha elveszed, nem hasonlít, azt látni elfele. A rózsa titkát magába temet, úgy rejtelek, mint el a szívemet. Köszönöm. Még ha csak ilyen esetleges módon is. A
polgári kaszinónak vásárolni kellett volna valahol területet, ott felállítani a sokakat sértő író szobrát. Azt gondolom, demokrata vagyok, tehát megértem, hogy vannak Vasa Albertnek rajongói. Azt is elfogadom, ha szobrot állítanak neki. Még azt is elfogadom, ha a régi polgármesteri hivatal udvarán tennék ezt. De még azt is lenyelném valahogy, bár súlyos tévedésnek tartanám, ha kint a piac utcán a polgármesteri hivatal előtt tennék ezt. Lelkük rajta. Ha már mindenképp az a közgyűlés és a polgármester szándék, hogy szembeköpjék a közízlést, ahogy Majakovszki mondta volt. De hogy anyjának szomszédságába helyezzék, mintha bármi közük volna egymáshoz, meg Szabó Lőrinchez, Adilhoz, Móriczhoz, stb. Ez sért engem, személyes sértésnek érzem a magyar irodalom arcú csapásának. Mintha a debreceni közgyűlés volna jogosult dönteni arról, hogy hol van szimbolikusan Vas Albert helye. Talán érthetőbb, hogy mitől érzem sértőnek, személyesen is, a szobornak ott történő felállítása. Remélem, senkit nem sértettem meg, mert végül is ettől szép a demokrácia, ugye, Szilárd? Később, de amint indult ez a levelező fórum, amit említettem Kiceiket is, ott igen aktív volt újra, tényleg nagyon sok témában, és én már bánom, hogy nem valódi verset vagy prózát, most nemrégen olvastam, hogy nincs tele neked éppen a Szilárd halál előtt pár nappal, de azt hittem, hogy nagyon sokan hozzá kell a példát, hogy nem is jutott eszembe, hogy elhozzam, és tényleg azt gondoltam én is, amit Peti, hogy talán idézzük fel azt is, hogy a közéletben is egy jó ideig nagyon aktív volt, most az utóbbi egy-két évben vagy háromban már visszavonult. De egy alkalommal, amikor az Agórán egy ilyen politikai polémia bontakozott, ki Túri Gábor egyik levelére válaszolva ennyit írt, hogy azt gondolom, hogy ezek a dolgok láncolatban vannak. Példának okáért nem lett volna Magyar Gárda, ha nincs Gyurcsány Ferenc. És nem lett volna Gyurcsány Ferenc, ha nincs Orbán Viktor. És nem lett volna Orbán Viktor, ha kipontozta. Pont. Nem lenne ez a sok mocsok, ha volna bizalom a politikában. De a közbizalom visszaállítása a civil részvétel útján volna elérhető, ha a helyi és az országos hatalom tenne az átláthatósága előmozdítása érdekében. A korrupciós ügyek miatt azonban erre nincs remény sem helyi, sem országos szinten. A megoldás a nyilvánosság és az átláthatóság segítése volna. Csak ennyi a kis részlet, amit 2008. október 14-én írt. Ja.
szeretnék így várfélni majd a túlélő tudatából az írás terében. Írás lesz belőle, mert a túlélők emlékeiket a betűkre bízzák. Az írás szent. A haszid legenda szerint a betűkből össze lehet állítani a teremtés teljességét. Az írás megőrzi majd mindazt, amit a jelek képesek a magukba fogadni. De életet csak a tovább élő nemzedékek adhattak neki. A szóbeli hagyományozás, a családok emlékezete azért is fontos, mert ettől válik élővé az írott szó. Auschwitz jövőjének egyik legnagyobb kérdése a racionalizálás és az ezzel járó viszonylagosítás emberi gesztusa. Emberi törekvések ezek. De vajon emberi jelenség volt-e Auschwitz? Úgy kell-e tekinteni rá, mint az emberi történet részére, vagy inkább olyanként lehet érteni, ahol valami nem emberi mutatkozott meg az időben és a történelemben. A túlélés kényszere, a tegnapi borzalmat már a holnap természetes adottságaként kénytelen elfogadni. Az Auschwitzban megmutatkozó rettenet azóta a történelem része, de a humanizmus eszméjének megrendülése sem avatta Auschwitzot az emberiség jövőjén való aggódás próbakövévé. Az Auschwitz fölött napirendre térni akaró gondolkodás mindezt a zsidóság tragédiájaként vagy német zsidó ügyként kívánja láttatni. Vannak, akik megpróbálják letagadni, mások elutasítják maguktól az érte való felelősségvállalásnak a következő nemzedékekre eső terhét. Auschwitz tényleges tapasztalatával egyre kevesebben kívánnak szembenézni. A zsidó nép több évzredes szenvedés története, amely Auschwitzban addig nem ismert jelenséggel került szembe, üzenetet hordoz a világ számára, mint egy új kinyilatkoztatást. Auschwitzot emberek hozták létre, emberek működtették. Az emberi gondolkodás, a teológia és a filozófia tette lehetővé. A zsidó keresztény kultúra keretében van csak értelme. Auschwitz ennek a kultúrának az ember felfogásában beállt szakadás, valaminek a vége és valaminek a kezdete. Ilyen értelemben nem lehet elmenni ereje mellett. Auschwitz jövője szerintem a bennem rejlő múlhat. Auschwitz emlékezete a holnap nemzedékei múlik. Az eltelt 60 év két generációt jelent, akik ezután születnek már döntően csak írásból, nem szóbeli elbeszélésből tudhatják meg, mit jelentett a túlélőknek az Auschwitz nevében összesűrösödő borzalom. Beszélni csak töredékesen tudhattak róla. Az általuk folytatódott küzdelem sikere, amit Auschwitz tapasztalatának szavakba öntéséért folytattak, a következő nemzedékeken múlik. Betűkből azonban nem lehet azt a gonoszt megjeleníteni, ami Auschwitz mindennapjaiban megmutatkozott a sötétségről, a gonoszságról. Nem lehet az írás által emléket állítani, hiszen a szent és félakik benne. Az a radikális gonosz, amiről visszarettenthetünk, ha Auschwitzra gondolunk, nem lehet az írás része, hisz a 22 betű a teremtési, a világi, amelyben mindenhol, még a legnagyobb nyomorúságban is, ott van még megtapasztalhatóan a szent. A haszidok vallási forradalma azt tanította, hogy mindenben megmutatkozik a szentség szikrája. A legenda szerint a mesiás is újra született a haszidok között, hiszen ma is nemzedékről, nemzedékre testet öltözöttünk. Csak mi nem veszük észre, mert a parúzia várakozási ideje folyamatos. Az lehet, hogy én nem Szilárdtól hoztam, hanem Szilárdnak hoztam valamit. Az út a teljesség felé és vörösságot. Oldani vágyom és oldódni vágyom.
Üdvözölni vágyom és üdvözölni vágyom. Nemzeni vágyom és megfogadni vágyom. Dalolni vágyom és dallá válni vágyom. Mind táncoljatok. Ékesíteni vágyom és ékesedni vágyom. Lámpád vagyok, ha látsz engem. Ajtód vagyok, ha zörgetsz rajta. Ki látod, mit teszek, hallgasd el a munkát. Folytatnám, némiképpen talán személyesebb és más tónusú emlékezéssel. Volt idő, amikor ezt a városban én közszerepet vállaltam, és még igen az elején jártam, amikor nekem jutott az a szerencsétlen feladat, hogy nyilvánosságra hozzak egy formálódó elképzelést Csokonai Vitéz Mihály síremlékének elmozításáról és a belvárosban történő hozataláról. Ez nem tőlem származott nekem, akkor nem is igen volt álláspontom a témát illetően. Ma már egyébként van, és talán azt gondolom, hogy mégiscsak jobb lenne a Kálvin téren, mint ott számkivetésben lenni neki. De mindegy, ez a dolog elmúlt. Viszont hát ugye Szilárd, mint Csokonai kutató, indítatva érezte magát, hogy szintén megszólaljon és tiltakozásának adjon a hangot. Az élet és irodalomban talán, ha jól emlékszem, egy egész oldalas írásban fejtette ki az érveit, amelynek kapcsán hát engem is többször hátsón billentett. Aztán nem sokkal később egy egyetemi rendezvényen, az Irodalmi Intézet könyvtárában éppen a Csokonai összkiadás egyik kötete bemutatója alkalmából valahogy egymás felé kerültünk, és én megszólítottam, nem ismertük egymást különben korábban, és hát úgy beszélgetni kezdtünk, érvek ütköztek, stb. És hát úgy telt az idő, többször összefutottunk, és valahogy ez a szembenállás aztán úgy megfordult, és hát egy, talán azt mondhatom, hogy ilyen felbaráti viszony alakult ki köztünk. Ugye ő, mint sok értelmiségi, akkoriban abban a hitben veledzett, hogy hát, hogy minden politikus szükségszerűen az ördögnek a provokátora, és szükségszerű, hogy korrupt legyen. Hát nem tudom, hogy sikerült meggyőzni ennek az ellenkezőjéről, mindenesetre hát a kapcsolatunk alakulása talán erre mutatott, úgyhogy e-mailezgettünk. Ezek általában ilyen ironikus, önironikus hangú levélváltások voltak, mert hogy ne felejtsük el, nem csak mély gondolkodó volt, de magas szintű humora és öröniája is volt Szilárdnak a maga szerintségével. És hát persze, amikor mondtuk ott a mazal egyetem, sugároltan az egyetemről, a munkájából, akkor jött kerékpárral, biciklivel, akkor leszállt, átjött, és akkor együtt bandukoltunk. Hát szóval így alakultak a dolgok, és 2011-ben, amikor 60 éves lettem, akkor hát meghívtam több barátomat, ismerősemet hozzánk, és hát őket is el is jöttek, és hát ajándékot is hoztak. Egy háromszög alakú, az Eiffel-toronyra hasonlító üvegben szatmári szilva pálinkát hozott, amire egy szikszalag volt ráragasztva, és arra pedig rá volt írva, hogy Túri 60%. Meg is ijedtem, és persze rögtön tisztázta, hogy ez nem ennyire veszélyes a dolog. És hát még átnyújtott egy papírlapot is, ami régi nyomásra emlékeztető papírra készült, illetve hát szöveget, ami régi nyomású papíron volt olvasható, még egy kis rajz is. Két szempár látható rajta. Hát ez egy vers, a címéhez tudni kell, hogy amikor a meghívókat elküldtem e-mailben, akkor hát, arra is kértem a vártokat, hogy ugye, köszöntéstől tartózkodjanak, ma legfeljebb hát, együttéző részvénynyilvánításokat fogadok föl az időmúlása miatt. Úgyhogy hát most ezt elolvasom, mert egy vers, amit nekem írt, egy alkalmi vers. Annó 2011. június 18-án keltezett, kézírással természetesen, Túri Gábornak születésnapi elősírvers. Hát hozzá kell tennem, hogy a történtek természetesen sajnálatos módon egészen más megvilágításba helyezik ezt a néhány sort. Az ember élet útjának felén Túri Gábor lett 60, nem én.
Még lesz neki 60, ha jól csinálja, nem bosszankodik mindenem hiába. De ha elszúrja, s a talpát feldobja, az már tényleg legyen az ő gondja. Zárójelben szerzette Borbély Szilárd pontos jével. Hát akkor én is ehhez a személyes élményhez csatlakoznék, mert két alkalommal találkoztam ugye Szilárddal, az egyik a halotti pompa kapcsán volt, a másik pedig a Dea Debrecen című darabjában, amelyet én, nekem volt szerencsém itt megrendezni ezen a helyen, és az előkészületeiről hát itt az Adi Gimnázium konyhájában beszélgettünk Szilárddal, és ahogy Gábor említette, hogy milyen jó humora volt Szilárdnak, hát küldözgettük egymással e-mailen a leveleket, meg az ötleteinket, amiket nem sikerült megbeszélni, és hát ilyen Kazinczy stílusában írogattunk egymásnak. Írja egyszer, bátyám uramnak elküldöm ezt a nyers szöveget, kicsit néhol tites, a karakterek még finomításra szorulnak. Alkalmas int észrevételeiért nagy hálával borulnék lábaihoz, s nem kevésbé, ha a pécsi eseményről is megosztaná velem becses véleményét, alázatos szolgája SK. Másik levél. Felette kedves jó barátom uram! A jövő héten valamikor volna az úrnak alkalmatos ideje, hogy azokat a jegyzéseket, melyeket említette az idétlen és ügyefogyott teátrumi dolgozást illetően, megbeszélhetnénk. Legkisebb híve és örök barátja a síron innen túl is, Szilárd Barber. Ezt lezárandom most erre az alkalomra, is már a múltkor írtam egy hasonló levelet. Felette tisztelt és kedvelt, igen jó uram! Én kigyelmednek azt a derűs orcáját, kicsit huncutkás tekintetét és halk igen míves beszédét őrzöm, mikor eléadta az Adis Kóla konyhájában egy gőzölgő téja mellett, miután Eszter lányát a zenei stúdiumokra elvivé, a két urafinak, ami Miskáknak és Kazinczy uramnak egy asszonyért való szép tevését, hogy így finoman vélök Éroszt idézte, ezáltal a jelenet által kigyelmet a bennünk képzetünkben élő szoborvalóknak életet adott, megmutatván, hogy bizony keringett vér nem csak fejökben, tüdejökben, hanem uram, bocsá, lejjebb is. Mely örömmel és büszkeséggel töltött el engem, hogy szerény javaslataimat elfogadta, és úgymond társául fogadott. Mennyire régóhajtott, és ritka színházi pillanatok voltak ezek. Mi őszintén fájlalom, hogy így kevesek voltanak. Talán nem nehezte el, kegyes jó uram, hogy ezeket most, no nem dicsekvé sokán, felemlítettem. Változatlanul maradok őszinte híve. És még egy dolgot idéznék, hogy milyen különös, ahogy tetszett mondani, hogy milyen váratlanul lép elénünk egy vers vagy egy költő. Itt az Adi Gimnáziumban, ahol tanítok, foglalkozunk ugye mai magyar irodalommal is, és ezeket a köteteket mindig meg szoktam venni, és most az a halál után nem tudom, biztos Szilárd mutatta ezt meg nekem, teljesen véletlenül azt hiszem, egy 2000-ben készült szép válogatott két versek, tehát most 2014 van, 2000-ben válogatott verseket. És elénbe adta a következőt. Berlin, Hermannstrasse. Mikor Berlinbe érkeztem, már nem akartam élni. Miért nincs arra mód, gondoltam,
hogyha valaki úgy dönt, nem akar tovább élni, eltűnhesse. Csak azáltal, hogy úgy dönt, és nagyon akar. És ettől sikerülhetne neki. Nem lenne méreg, vér, hányás, a vegetatív rendszer kifáradása. Mindaz, ami ezzel együtt jár. Hogy elernyednek a záróizmak, és szétfolyik minden, amit addig az öntudat görcse összetartott. Csak egyszerűen megszűnés. Vajon mennyire kellene ezt akarni? Vagy hinni kellene benne? Neuköllnben angolul beszélő hajléktalanokkal találkoztam. Csapkodott már a hó, inkább havas eső volt az, s a legrosszabb, amikor átázik a ruha és ráfagy az emberre. Forralt borra gyűjtöttek. Lehetetlen volt nem adni nekik egy adag forralt borra valót ebben az időben. A hosszú Hermannstrasse fölött időnként a Tempelhof repülőtérre érkező vagy onnan induló gépek fényei villogtak az éjszakai égen. Egy üveg bort szerettem volna venni, és egy gyíroszt a törökből. Amikor a halotti pompára készültünk, és elolvastuk ezt a döbbenetes anyagot, akkor a Vinyánszky Attila elhívta Szilárdot. És beszélgettünk arról, hogy hogy is van ez, milyen nagy teher van rajtunk, hogy ezt a döbbenetes történetet, ugye a szüleinek az agyonveretését mi most eljátsszuk, és ezt az anyagot felhasználjuk. És akkor azt mondta Szilárd, nagyon szűkre fogva ezt a megfogalmazást, hogy ő benne ez az ügy lezárult, és ezt átnyújtja nekünk, és nekünk ezzel a teherrel nem kell foglalkozni. És most, hogy ezek a történtek megtörténtek, meg ezeket a verseket olvasom, azt idézném, hogy egyszer Rubai Miklóssal beszélgettem itt, amikor nem volt itt egy alkalommal, és a Rubai Miklós nagy szerelméről, Madács Imréről beszélgettünk, és valami olyasmit mondtam, hogy hát akkor Madács magából kiírta. És azt mondta Rubai, nincs olyan, hogy kiírta. Olyan nincs, hogy kiírja. Nem tudja kiírni magából senki. És ez a döbbenetes mondat most a Szilárd halálával kapcsolatban nekem visszacsengni. Hogy ki tud-e valójában írni magát. Érted, Zsuti? Hát ezt szeretem. Én személyes emlékezem, Szilárdot is, hogy hozzá el a lányát Esztert, akkor mi már korábban ismertünk jól egymást, és én is erre a közéleti sígére figyeltem fel az újságok hasábbin keresztül. Az a találkozás, amikor elhozta a lányát, és azt mondtam neki, hogy hagyj rajzoljon, mert ő is akart, hogy rajzoljon Esztert, hogy egy óra alatt megtanul írót metszeni, míg addig te elmény, én intézve rólmédot. És hát meghitt kapcsolatból köztük, úgyhogy Eszter nem akart maradni egyedül, és egymást húzták jobbra-balra, hogy nem megyek, maradok, megyek, nem megyek. És ez a szituáció, ez olyan szép volt, hogy azt jut eszembe később és pont halál után, hogy mi az a generáció vagyunk, akiknek azt mondták, hogy sok dolog az kőbe zárt, az kőbe vésett. És ez a jelenet, ez megmaradt bennem, és azon gondolkoztam, hogy
ez a kőbevésés, amit ma már nagyon sokszor fölírnak, hogy Szilárd hogy írta fölül, az élet hogy írta fölül. Néhány munkámhoz, albumhoz írt nekem szövegfoltot, és ebből egy pici részletet Miki felolvas. Hit és gondolat. Mit tudunk a hitről ma, és honnan vannak efféle ismereteink, amennyiben vannak? Tehetnénk fel az álnaív kérdést, ha a válasz nem lenne egyrészt kézenfekvő és közismert, másrészt sokkal nehezebb, mint gondolnánk. A hitről, akár csak a művészetről, addig tudunk valamit, amíg nem kérdezünk rá, és nem kezdünk el rajta gondolkodni. De itt most jó helyen keresgélünk. Ennek a kiállításnak a megnyitóján okkal mondhatjuk, hogy ha a hitről akarunk ma mondani valamit, akkor a művészetet kell faggatnunk. A művészet által létrehozott alkotásokat. Mert vajon honnan van a hit? A hit a látásból születik, mondja Pál, pedig neki látomása volt a damaszkuszi úton. A hit a tapasztalatból születik, mondja Tamás, pedig ő maga kételkedett társai szavaiban. A hit a sziklaszirált tartásból születik, mondja Péter, pedig ő maga a gyengeség apostola. És még sorolhatnánk tovább a paradoxonokat, amelyek a hitről szólnak, erről a titokról, az elrejtett városról, a kegyelem rejtélyéről. A grafikus azonban másféle írás mesterségében járatos. A fogalmazás más útjait járja, mert a jelek másfajta jelentését ismeri. Az ő szótára kimeríthetetlen, és lexikonja vaskosabb minden lexikonnál. Az ő írásának belső rendje nem alfabetikus. Az általa írt szöveg nem lineáris. Szókészlete nem véges. A grafikák arról tanúskodnak, hogy a hit a hűségből születik, pedig a hitből élő ember ismeri legjobban az elhagyatottságot. A képzőművész hitére gondolok most elsősorban, a mesterség szolgálatára és hagyományozására. A hit a kitartásnak és a munkának a gyümölcse. A dolgokban rejlő értelem fáradhatatlan keresésének, amely pedig folyton megvonja magát az őt keresőtől. Ezért a folytonos nekirugaszkodás, ezért a sivatagon át vezető munka kitartása, ezért a társakkal való bensőséges lelki rokonság ápolása, ezért a szépség oldhatatlan szomjúsága. Ezek a grafikák egy hosszú dokumentumai, a bibliai léptékkel mért emberi élet Delihez, a 60-hoz közeledő művész útját mutatják. És záró gondolatnak szeretném felolvasni azt az idézetet, amely nagyon szép keretet adott ennek a szövegnek. A korpusz és a kereszt összeszövődő vonalait szemlélve a képeken, inkább idézzük Pál apostolt. Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem élek, hanem Krisztus él bennem. Vagyis tehát a grafika is lemondást és önátadást kíván, hűséget. A hűség pedig végső soron mégiscsak a hitből születik, bármit is jelentsen ez a szó. De ennek megértéséhez itt vannak segítségül a képek. Azt gondolom, hogy az emlékét azt meg fogjuk őrizni sokáig, és valószínű, hogy lesz majd egy Borbély Szilárd szoba, emlékszoba. És ez a map, amit én 2013 nyaralában adtam ki, ez ő jött először. Én ezt felajánlom a társaságnak, vagy a készülő, vagy formálódó közösségnek. Én annyit szeretnék mondani, hogy a kiíráshoz. Ő kiírta magából. Ősszel elég sokat e-maileztünk egymással, segítséget kért tőlem, amit én adtam neki, és leírta a Nincstenetnek a történetét, hogy honnan ered az egész, és milyen történeteken keresztül jutott hozzá, mit próbált először írni, és mi az, amit utána végül is így fogalmazott meg. Leírta nekem, hogy Szigligeten hogy éltem meg a napjait, amikor visszamenőleg 2008-ra,
és én azt tudom mondani, hogy van ilyen, hogy kiírja valaki magából. Az egész Instagramnek tulajdonképpen az apropója az, hogy az apjához való milyen viszonya volt, és ő ezt a viszonyt fogalmazta meg a nincstelenekben. Tehát maga az apa komplexus is lehet mondani, mert az apától való félelmet, vagy kötődés hatására érte meg a nincsteleneket. Írt más is ebben az időszakban Kafkáról és a testvéréről, stb. Stb. De... Ez lehetséges, de én amire én gondoltam, hogy kiírja-e, vagy valószínűleg egyet gondoltunk, azt a tragikus magot, azt nem sikerült kiírni magából, mert az mindig ott van az emberben. Tehát az lehet viszonyokról szólni, meg ezt történetekről, meg mindenről, de ezt a hihetetlen ostoba tragédiát, ezt a minősíthetetlen gaztettet, aminek ráadásul ugye az a szörnyűséges utótörténete, hogy nincsenek tettesek, a tetteseket. Szóval ezt a tragédiát bárhogy is mondta, én úgy gondolom, belül, legbelül, mint az alma makázában a mag, ezt ott hordozta magát. Én erre értem... Igen, de ő maga tragédiáját hordozta önmagában. Én erre értem, hogy ez sikerült, tehát kérdőjelen, nem akarok természetesen Szilárdnak a nevében beszélni, csak egy nagy kérdőjel, éppen a Hubaival történt beszélgetés ötlött föl bennem, sikerült ezt ki? A másik az, amit inkább tudati síkokat kell ilyenkor megemlíteni, azokat a tudati síkokat, amikor egy alkotás születik, vagy egy alkotó dolgozik. És mivel én is voltam depressziós, és írtam depresszióból verseket, amiket ő olvasott, és be is ajánlotta máshova, publikálták is. Tehát annak az a lényege, hogy amikor írt nekem Bécsből e-mailt, akkor azt mondta, hogy most azonosul azokkal a gondolatokkal, amiket én leírtam ebből az állapotból, és talán amikor találkoztam vele decemberben és elvittem a pszichiátriára, akkor kérdeztem, hogy írsz-e valamit. És azt gondoltam, hogy elemzi magát, azt gondoltam, hogy megfogalmaz dolgokat, mert ez egy borzasztóan érdekes állapot, lelki állapot, és azt mondta, hogy nem ír semmit. Nem ír semmit, és akkor nagyon csodálkoztam rajta, hogy nem ír semmit, egy író miért nem ír? És lehet, hogy továbbra is kérdés marad a kérdés, hogy mi az, amit ki tudunk írni, mi az az állapot, amit meg tudunk írni, melyik az emberiség érzelmi töltet, amiben képesek vagyunk megírni. Ha így fogalmaz, és Huba így írni, akkor valóban nem tudunk minden emberi síkot, minden emberi érzést kiírni magunkból. Vannak síkjaink, amiket átélünk, megfogalmazunk, és ezeket meg tudjuk fogalmazni, megjelenik, de az a szenvedés, amiben megírom azt a valamit, azt nem biztos, hogy mindig tökéletes. És mindig, amikor írt nekem a könyveibe, akkor mindig már ceruzával írta, és akkor mindig megpróbálta saját magát megkérdőjelezni, hogy valóban én valami fontosat írtam meg. És akkor kérdeztem tőle, hogy miért vannak ezek a szándékosan önmagát lekicsinyítő karakterek, akkor ő csendesen mindig a hangszavaim mondta, hát ezek nem annyira jók, ezek kis gyenge dolgok, amiket én írogatok. És nagyon érdekes ez a jellemének, ez a kettősége, hogy egyrészt nagyon erős tudott lenni a papíron, és amikor kommunikáltam vele, akkor viszont pontosan egy más ember jelent meg előttem. Ez a 2000-es, amit felolvastam, csak azért döbbenetes, hogy 2000-ben írja azt, hogy Miért nem tud az ember el? Tehát, ha úgy dönt, miért nem tud elmondani? Ez a probléma, ugye, a depressziója az ott görgött benne. Na, neki volt a szülei halála után 17 éve egy depressziós állapota, amiben részletesen nekem elmondta a dolgokat, és mondta, milyen tünetei voltak, fizikai tünetei, stb. Tehát, ha valaki ezt egyszer átéli, akkor onnan az emlékép a testébe úgy beleívódik, mint egy tetoválás a karba, és onnan csak ilyen többi késsel lehet ki még venni, de alapjában mert az ott maradt benne. Elnézést kérek,
többségével ellentétben Bészilárdot személyesen nem ismertem. A nincstelenekből viszont szerettem volna felolvasni. Két dolog miatt nem hoztam el a regényt. Azt hittem, hogy mindenki abból fogja elolvasni majd, hiszen az életművének legalábbis a legnépszerűbb darabja lett, azt hiszem, vagy lesz, nem tudom. Éppen amiatt, ami az önéletrajzi ikletés. A másik, amiért nem hoztam el, az a Móricznak az árvácskája. Én azt a regényt fiatal koromban, egy kis regény, vagy esztéták, vagy meg irodalom történészek, novella, kis regény, sőt a filmet sem nagyon tudtam nézni, tehát akkor kimentem a moziból, emlékszem. Na most ez a gyomorforgató érzés volt, amikor olvastam ezt a regényét Borbély Szilárdnak. A 60-as, 70-es évek nyomorának a szörnyűségei, persze vissza az időbe, meg előre, hátra, de valami... Az maga az hogy tőmondatokba fogalmazunk, az, hogy... De így fogalmazunk, szóval az tényleg olyan nagyon megrendítő volt, és azt hiszem Eszterházy Szabó Magdáról mondta, hogy nem lehet tudni, hogy mi működik. Tehát nem korszerű, mert egy ilyen naturális írás, ugye egy posztmodern irodalom mellett nem annyira korszerű, meghat, de hogy működik, és gyönyörű volt, az biztos. Én nem nagyon ismerem az életművét, írásait olvastam, ez valami csodálatos. Én még egyébként nem is szóval egy hozzá, amit a Sanyi mondott, és amit te mondtál, én összefoglalnám a két dolgot. Szerintem se lehet kiírni. Szerintem az égegyetemben nem lehet kiírni semmit. Konkrétumot talán lehet. Tehát egy esemény tulajdonképpen szülei meggyilkolásával kapcsolatban szerintem ez sem elszigetelten élt a Szilárd életén belül. Egyébként engem, ami igazán szíven jutott itt a nincs nálánkkel kapcsolatban, ugye megjelent ez az esszély, ez egy elveszett nyelv. Az ésbe, amit Szilárd maga is valami fajta ez a nincstelenekhez kapcsolódó dolognak tartott. Azt mondta, hogy e felé akarta terelgetni az olvasókat, és ott nagyon-nagyon fontos dologról van szó. El akartam azért, hogy milyen később kerestem, letettem valahol ezt az és számot, és egyszerűen találtam. És hogy arról van szó, hogy mi az a kultúra, amiből ő érkezik. És mi az a kultúra, amit neki el kell árulni. Ahhoz, hogy egy másik kultúrá bebocsáttatást nyerjen, amiben aztán végül is nem nyer bebocsáttatást. Engem az nagyon szíven ütött, meg a nővéremnek is odaadta, mert sok szempontból eléggé hasonló a helyzetünk a Szilárd, de egykorúak vagyunk, egyik még nagyon régóta ismerjük egymást, még amikor ő nem volt író, én nem voltam színész, magyar népművelés szakosok voltunk itt az egyetemen, de valahol az a létélmény, ahonnan jöttük és ahol mentük, az eléggé hasonló, és amit mondtál, annak a depressziónak az alapja. Tehát szerintem hogy kulturális semmiben lógásból lehet valami kultúrát. Az egyikben már nem vagyok, a másikban még nem vagyok benne, és ez egyfajta komplexus sokaságát okozó léthelyzet, én úgy gondolom. Tehát egészen biztos, hogy e felé is lehet keresni. És aztán bocsánat, nem akartad. Érdekel, amit mondasz, azért mindig. Igen, de ez igazán, hogy te is tudsz erről mondani, erről a helyzetről. És hát a kollégákkal, egy fiatal kollégámmal beszélgettünk erről, a Kis Gergő Mátéval, hogy ugye az Ószövetség és az Új Szövetség, hát a Szilárd életművében és gondolkodásmódjában a hittel való kapcsolat az eléggé meghatározó, és ugye azért a történetek fényében, tehát ennek az evangélium értelmezése elég problematikus, és a Gergő azt mondta, hogy inkább Szilárd a törvény felől, tehát ő inkább a törvényben gondolkozó ember volt, és aztán most találtam egy verset gyorsan, hirtelen, aminek pont ezt cáfolja, hogy ezt még felolvashatom, és ennek az egész szörnyűségnek valami nagyon furcsa keretet ad, és kapcsolódik ahhoz, amit a Sanyi az előbb felolvasott. De valószínűleg ismeritek. Én Istenem, altass el engem. Én Istenem, altass el engem, felejtsd el azt, hogy itt vagyok. Az egyik szemet csukd be, kérlek, és én lábújhegyen elosodok.
Ha nem figyelsz, ha félrenézzel, én lenni többé nem fogok. És ne keress, kérlek, sehol engem. Tegyél úgy, mintha nem vagyok. A két szemedet úgy hunyt be székben, barátod voltam, jól tudod. Csak arra gondolja, míg elalszol, hogy bújócskázhattál velem. A számokat még elszámoltad, elbújtál, most már megyek. Ha mögötted állnék, ne ijesz meg, az ujjait közt, amíg én nem lestél, eltűntem végleg előled. Jöhetsz, valaki mondta, ne nézz hátra, tégy kérlek úgy, hogy elfelejtesz. A játékaim dobozba gyűjtöd, a vinyettára nem ér semmit, és a spájzban valahol eldugod, a padlásra viszed és ott felejted, zöld üvegek, kicsorgult porcelánok, tört szárnyú angyalok közt, ahol egér jár és gyerekek kutatnak néha kincsre vágyva, és kincs nekik a sok kacat. De csúnya bácsi volt, gonosz, így szólt az egyik, az orra ronda, és olyan, mint egy csúnya holló. A szája penge, a szeme tüske, nem mond semmit. Én Istenem, mondd nekem, hogy sohasem. A szemeidet hunyd le, kérlek, csak álmodtam, de furcsa álom, ányat kell aludni még. Még elhalad az ablakon, benéz egy férfi alatt, egy gyerekkéz becsengetett és elszaladt. Az üvegen egy párafolt maradt, egy új nyom, töröld le addig. Még hányat kell aludni, mond. Még kezdődik el rá, Gyurgyi után nehéz nekem, mert ezt nagyon szeretem, amit elolvastam. Nem tudom, hányszor elolvastam. Ez az én Istenem, én Istenembe csak mindig válaszolom, tehát nekem gyerekkoromban ezt mondani kellett. És én is egy korú vagyok, Szilárda. És én a testhez című könyvét annyira szeretem, hogy fáj a szeretete, amit ír. És én egyet, most, hogy hallottalak itt benneteket, én is gondoltam, hogy olvasni fogok előre, csak hordom magamnál, tehát amikor adódik, akkor a kollégáim tudják, hogy nagyon sokszor hallottam. A lélektérről. A kertre néző ablak szerkesztett képet vetít a kertből. Látszanak az ágak egymásba összefűzve benne, a részletek az egészbe, akár az évszakok színeleztve, olyan a lélek testetlen kiáradása. Mert lehull a szirma mind a rózsa után, és áradása lélek tér a kertbe. A finom fluidum, amely lerontja le róla lepleit, és erény a vágya. A lélek tér. Kiterjedése véges, s mint esti gyors, amelyre van jegye, kísérne ablakáig emberek, kiktől búcsúzva száll el a kukék kubéba. Már alszik is. Határ a néma. Mérges katonakopog üvegen is, mintha már tud a gesztusok jeléből, hogy áthalad a tér egy szemletéből a másba. És újra vissza. Az alvás, amíg fényvetődik arcra, s tiszta nappal ez, amely elmét kimossa az új tér, és a tér új mélyedése ölel magába. Lépteire várva lassan kiszáll, mert a testbe érne a gravitáció útján, mint a postavonat. A tér szerkezet kopott emléke a gondolat anyagtalan terébe. Zsírszövet raktároz el kiterjedéstelen, s információt veszít a víz alakú létezés. Halott. Nincs, akkor most hallgassuk meg. Felvételről Borbély Szilárd. Urunk szívébe nincs halál a lélek, mikor majd eljön, kiben egyetlen gondolat marad, hogy mást megöljön. Hallgass meg, kérünk minket, és a ránk kerül a sorja, s halálnak vasa lent suhog talpunk alatt a porba. Annak sebére gondolunk, kit megöltek érettünk. Fejét szétverték a kövön. Hol voltál akkor? Kérdünk.
A szörnyű nap rád bámulunk, a testre kicsült Mária. Nem mozdul, hallgat, nem bocsát, és nem támad fel már soha.